Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, elkezdjük a rendezvényt. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat a mai napra. 2016. február 23-án kiderült mindenki számára, hogy a mögöttem lévő épületet megszállta az állampárt, megszállta a Fidesz. De nem csak az épületet szállta meg, hanem az abban működő intézményeket is, a nemzetinek nevezett választási bizottságot, hiszen azóta majdnem minden nap, minden héten arról értesülünk, hogy a törvény előtti egyenlőség elvét sértik, szabadságjogokat, politikai jogokat sértenek. Február 24-én az állampárt bejelentette, hogy népszavazást kezdeményez, de volt még egy fontos esemény. Felháborodott aktivisták idejöttek, és hangot adtak nem tetszésüknek a 23-ai történések miatt. Az egyik vezetőket statáriális eljárásba az ügyészség közösség ellenes magatartása és különböző mondva csinált indokok alapján elítélte. Jelzem, múlt héten kaptam meg ugyanennek az ügyészségnek, amelyik őt elítéltette, a határozatát, miszerint február 23-án nem történt bűncselekmény ebben az épületben. Hölgyeim és uraim! Azon már moralizálhatunk, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. A kérdés az, hogy hagyjuk-e, hogy így legyen. Engedjétek meg, hogy első felszólalónkat szólítsam, Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd Magyarország társelnökét. Tiéd a szó. Jó napot kívánok, kedves barátaim! Nagyon szépen köszönöm az MSZP meghívását erre a mai rendezvényre, és nagyon szépen köszönöm a pártom nevében azt a szolidaritást, amit abban az ügyben kaptunk, hogy mi is fölkerültünk a Nemzetinek Nevezett Választási Bizottság halálistájára. Ez a hely itt, ez az Alkotmány utca 3, ez lassan kezd a szabadság szerető emberek állandó gyülekezési helyévé válni. A baj csak az, hogy nem a szabadságot ünnepeljük, hanem a szabadságot féltjük ettől az intézménytől, hiszen mindenki emlékszik pontosan, hogy hogyan tette lehetetlenné ez az intézmény a Magyar Szocialista Párt népszavazási kezdeményezését a vasárnapi bolzárral kapcsolatosan. Pontosan tudjuk azt, hogy ez a Nemzetinek Nevezett Választási Bizottság hogyan engedte át a kormány népszavazási kérdését, amit egyébként a magyar jogszabályok szerint nem is lehetett volna kiírni. És most már azt is tudjuk, hogy még az is fáj nekik, hogyha elmondjuk a véleményünket a választás napján. Nem az ő népszavazásukról, mert ez az ő népszavazásuk, nem a népé, nem a miénk, nem a magyar embereké. Ez Orbán Viktor hatalmi játéka, és mi a Párbeszéd Magyarországért politikusai és hívei azt gondoltuk, hogy van egy másik nagyon fontos nap október 2-án, az erőszakmentesség világnapja. Az, hogy a sors sajátos fintora, hogy ez az erőszakos gyűlöletkeltő népszavazás egybeesik Gandhi születésnapjával és az erőszakmentesség világnapjával. Ez nyilván egy sajátos fintora a sorsnak, de minket nem érdekel Orbán Viktor népszavazása. Mi azért hirdettünk rendezvényt, hogy elmondjuk azt, hogy mi egy gyűlöletmentes, erőszakmentes Magyarországon szeretnénk élni, és október 2-án, amikor vége lesz végre ennek az őrült kampánynak, akkor szeretnénk arról beszélni, hogy milyen jövőt képzelünk közös hazánknak. És ebben a közös jövőben biztos van egy elem, ami nélkülözhetetlen, ez az erőszakmentesség, a félelem nélküliség. Ma nagyon sokan félnek ebben az országban, mi ezt pontosan tudjuk. A félelmüknek az oka az, hogy nem tudják, mi lesz holnap. Nem tudják, mi lesz akkor, hogyha betegek lesznek, mi lesz velük a kórházban. Nem tudják, hogy mi lesz a gyerekeikkel az iskolákban. Nem tudják, hogy lesz-e állásuk. Vagy nem tudják, hogy az unokájuknak lesz-e állása itthon, vagy pedig meg kell tanulniuk használni az internetet, hogy tudjanak velük beszélni időnként. Nagyon sokan félnek ebben az országban, és a kormány nem akar őket megnyugtatni, sőt, azt szeretné, hogyha még inkább félelemben élnének, egyetlen egy dolgot tud nekik adni, ellenségképeket, hogy ezeket a félelmeket valahogy le tudják vezetni.
De kedves barátaim, van valaki, aki ebben az országban még jobban fél, mint azok az emberek, akiket talán megbolondítva ezzel a 15 milliárdos kampánnyal elráncigálnak a népszavazásra. Van egy ember, aki szerintem mindannyiunk jobban fél ebben az országban, mint akik most itt vagyunk. Ez az ember Orbán Viktor. Ha valaki rendes demokrataként úgy állna hozzá, hogy a választók majd eldöntik, hogy jól kormányzott-e vagy sem, és nem félne kijelni a választók elé, az nem arra alapozná a politikáját, hogy felszámolja azokat a demokratikus intézményeket, amely minden választott vezetőt megmérettetnek. Ha büszke lenne az igazában, és nem félne attól, hogy amit mond az hazugság, akkor nem gondolná azt, hogy el kell költeni 15 milliárd forintot arra, hogy telehasogja a fejünket az őrültségeivel. Ez az ember retteg. A hatalomféltésnek egy egészen, azt kell mondjam, hogy most már orvosi esetként is értelmezhető szintjére jutott. Márpedig pontosan tudjuk, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol véget ér a félelem. Úgyhogy érdemes megnézni azokat a nyilatkozatokat, amiket a miniszterelnök tett az elmúlt időszakban. Néhány napja még azt mondta, azt szeretné, az lenne elégedett, hogyha 100% lenne a részvétel a népszavazáson. Tegnap már másképpen fogalmazott. Tegnap már azt mondta, hogy végül is mindegy, hogy hányan mennek el, csak mi az igenek és a nemek aránya. Szerintem holnap annak is örül, hogyha a saját családtagjai elmennek szavazni. Egy szó, mint száz, mi nem félünk, nincs is mitől félnünk, és éppen ezért a Párbeszéd Magyarországért holnap itt a Kossuth téren nem messze tőlünk, délután 4 órakor természetesen megtartja a rendezvényét. Mondjon bármit a választási bizottság. Nincs okunk félni tőlük, különösen azért, mert a rendőrség már bejegyezte ezt a rendezvényt, tehát ez a rendezvény van, és az, hogy nekik merül más a véleményük, ezt köszönjük szépen, meghallgatjuk, de egyébként különösebben nem érdekel minket. Azt is mondhatnám egy klasszikust idézve, ők ezt mondták, mi meg azt mondjuk, oszt jó napot. Úgyhogy legyen holnap jó napunk, én azt gondolom, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. Orbán Viktor egy csapdát állított a magyar társadalomnak, és most retteg, hogy mégse tudja elvinni a szavazók felét erre a népszavazásra. Legyen ez így. Azt üzenem minden ellenzéki szavazónak, de mindenki másnak, aki szeretne egy olyan országban élni, ahol normálisan megbeszéljük a közös dolgainkat, például a bevándorlás és a menekültek ügyét is, normálisan, higgadtan, nem az érzelmeket felhabosítva, hanem keresve a közös megoldást. Mindenki, aki egy ilyen országot szeretne, az két dolgot tehet. Egyik az, hogy nem megy el a népszavazásra. A másik az, hogy eljön a Párbeszéd Magyarországért délután 4 órai tüntetésére. Várunk oda mindenkit, legyen az bármilyen más pártnak a szimpatizánsa, mindenkit, aki egy erőszakmentes Magyarországot szeretne. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Szerintem fontos, hogy a különböző ellenzéki pártok fontos ügyekben képesek legyenek együtt dolgozni, és hát van-e fontosabb ügy, mint az, hogy október 3-a után, amikor véget ér ez a rémálom és kipukad ez a lufi, kitaláljuk azt, hogy milyen Magyarországot szeretnénk közösen megépíteni. Úgyhogy különösen fontos nekem az, hogy most itt lehettem és beszélhettem önökhöz. Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkit várunk holnap délután 4 órakor.